szeptember 6-a és 8-a között Szüreti Fesztivál Halas központjában. Fellép a Bombon, Opic Barbie, Varga Viktor, Maszkura és a Tücsökraj, a Kicsi Gesztenye Klub, az Animal Cannibals, Tolvaj Reni, az Alma Együttes, valamint Wolf Kati. Lesz borudvar, cserháti est, szüreti és technikai menet, folklór és gyermekprogramok, étel, ital, sok finomság és kirakodóvásár. Részletes programok a Facebookon és a Halas médián. Fesztiválozzunk együtt! A Szüreti Fesztivál nem valósulhatna meg támogatóink segítsége nélkül. Tanszerkörkép. Ahogy közeledünk a tanévkezdéshez, úgy nő a forgalom a boltokban. Ismerkedős délelőtt. Az elsős kisdiákoknak szerveztek programot a Szent József Katolikus Általános Iskolában. Béka tábor. Airsoft lövészetben is kipróbálhatták magukat a dékánis kadétok. Rangos verseny. Országos bajnokságnak ad helyett a Hírling József Lovas Park. Hát a füzetekből, a 21-32-es vonalas füzetből kell 6 darab, a 27-32-es négyzethálósból 2 darab. Az iskola kezdés előtti napokban nagy a forgalom a papírboltokban. Mindenki igyekszik beszerezni a listákon lévő, még meg nem vásárolt iskolaszereket. Mi már csak ilyen apróságokért ugrottunk be igazából. Hegyező, pár füzet, tehát igazából nekünk már minden megvolt. Tehát pár füzeté jöttünk még. Milyen a kínálat és hogyan választanak? Bőséges. Mi általában a külsőre is megyünk, tehát nekünk fontos, hogy jó is nézzen ki, meg hát praktikus, meg most legfőképpen ez a hegyező, ez volt a fontos. Most az utolsó pár hétben kaptuk meg a tanszerlistát, és az alapján vásároltunk, de hát ez így a harmadik osztályban ez így nem volt olyan nagy vásárlás. Árak tekintetében mit lehet elmondani? Emelkedtek a korábbi évekhez képest? Emelkedtek, igen, volt áremelés szerintem, de azért még úgy azt mondom, hogy az idei év ez nekünk nem volt olyan vészes, mert igazából már első osztályban mindent beszereztünk. A forgalom augusztus eleje óta egyre növekszik az üzletekben, ezen a héten érkezett azonban a legtöbb vevő tanszerekért. Augusztusban egyre nagyobb a forgalom nálunk, szép lassan pörgött föl a vásárlóknak az érdeklődése. Ez az utolsó hét a legerősebb, ilyenkor még sokan hagyják az utolsó pillanatra a vásárlásokat. Jövő héten már lecsengőben lesz, akkor már inkább a délutáni forgalom lesz az erősebb, akkor kiderül az iskolában, mi hiányzik esetleg még, és olyankor vásárolják meg ezeket a dolgokat. Az alsó tagozatosoknál az teljesen jellemző, hogy a tanítónők listát adnak és azzal jönnek. Gyakorlatilag föl van írva akár már márkára is, hogy milyen terméket kérnek. Ahogy idősödnek a gyerekek, úgy egyre kevésbé jellemző ez a lista. Középiskolások már gyakorlatilag csak tollé füzeté jönnek, ott már nincs ilyen követelmény annyira. Szeretik azért a jó minőségű terméket a vevők, de az ára is nagyon odafigyelnek. Idén azt mondják a kollégák, hogy talán jobban, mint a korábbi években. Nagyon megnézik az akciós, elsősorban az akciós, jó termékeket keresik. Persze mindig van egy réteg, aki a komolyabb márkákat kimondottan jó minőséget keresik, de nem ez a jellemző természetesen. Vannak, akik tényleg az utolsó napokra hagyták a teljes iskolai bevásárlást. Igazából még semmit nem vásároltunk, kicsit el vagyunk maradva. Füzetek, vonalzó, ragasztó, rajzlapok, ecset, ilyesmi, technika dobozba. Mi alapján választanak, mi az, amit megnéznek ilyenkor? Hát a minősége is, illetve hát az ára is fontos. Jellemző, hogy ilyenkor az utolsó napokban vásárolnak be, vagy fog még maradni akár az iskola kezdéskor is valami, amit meg kell venni? Azt gondolom, hogy elég felkészülten osztották meg velünk a listát, úgyhogy szerintem nincs elmaradás utána. Az jó hír lehet a szülőknek, hogy a tavalyi árakhoz képest nincs emelkedés, sőt egyes termékeket olcsóbban lehet beszerezni, mint egy évvel ezelőtt.
Gyakorlatilag árnövekedés nem igazán van a tavalyi évhez képest. A hagyományos füzeteknél, ami nem mintás fedelű, egyszerű füzeteknél, ott egy 10% fölötti árcsökkenés van nálunk. A többi terméknél, import terméknél van esetleg egy 3-5%-os emelkedés, de az sem jellemző, inkább az a jellemző, hogy a tavalyi árak maradtak. Izgatott gyerkőcök és szülei gyülekeztek a Szent József Katolikus Általános Iskola udvarán. Csak néhány nap és elkezdődik a 2024-2025-ös tanév. Az intézmény ismét vendégül látta az elsős kisdiákokat, hogy megismerkedjenek leendő iskolájukkal. Megkezdődik az a 8 éven át tartó folyamat, amelynek első lépését akkor fogjátok majd megtenni, amikor szeptember 2-án reggel belépünk a ceruzás kapun. Természetesen gondolom mindenki szülői kísérlettel, és nagy-nagy izgalommal megkezdődik a tanulás, az általános iskolai tanulásotok. Kucsó István igazgató köszöntötte a megjelenteket. Az intézmény dísztermében vehették át a diákok a városi iskola kezdést támogató csomagját. A gyerekek rögtön bele is néztek a tasakokba. Mi ezt még nem is láttuk. Ó, szuper. Pedig van még három. A Szent József iskola közössége már nagyon várta a tanévkezdést. Vártuk a tanévindítását, mindenki várta. Nekünk minden tanévindítása új dolog, hiszen a pedagógus életében ez a visszatérő alkalmak, ezek visznek bennünket előre, és vártuk már. Azt gondolom, hogy minden pedagógus nevében ezt elmondhatom. A tanítónénikkel megismerkednek, a tanítónénik átadják a tanszercsomagot, egy kicsit beszélgetnek, és utána együtt mennek át a plébániára. Tehát ma egy nagyon kötetlen ismerkedés, megismerkednek az új osztálytársakkal, hiszen nagyon sok óvodából, több településről is érkeztek gyerekek, eddig nem ismerték egymást, és ez egy ilyen ismerkedési délelőttnek szánjuk ezt a mai napot. Szivics Mária kísérte el kislányát erre a rendhagyó délelőtre. Azt mondja, hetek óta igyekeznek felkészíteni gyermeküket az iskolai életre. Erre a napra már hetek óta készítettük fel a kislányunkat, ugye, mert kevesebb óvodatársa van itt, és akkor így egy kicsit nehézség volt számunkra, hogy hogyan próbáljuk meg ugye az iskolára a rávezetését. Még azért így lesznek akadályok, én úgy látom, de azért, ha nem próbálja meg az ember, ugye nem fog ezen sehogy se dűlőre jutni, hogy hogy oldja meg ezt a problémáját. Ő elmondása szerint nem várja, mi azért szeretnénk, hogy minél jobban tudjon beilleszkedni, ezért, ahogy mondtam is, hogy próbáljuk ugye minden nap ezzel, meg iskolás dolgokkal, ugye előtte való napokban ugye már elvittük, hogy kiválassza a felszerelését, ugye már hónapokkal ezelőtt a táskáját megvettük, hogy meglegyen ez a íz neki, hogy az iskolára hangolódás. Én Sárándi Márti vagyok, én az Adi utcai óvodából jöttem. Ezek a felvételek pedig már az osztályteremben készültek. Ott minden gyermeknek alkalma volt egy rövid bemutatkozásra, és megismerkedhettek tanítóikkal is. Közben pedig megkapták a tankönyveiket. Látjátok ezeket a könyveket? Az első feladatotok az lesz itt most, ha rögtön kaptok feladatot. Haza kell vinnetek, és be kell csomagolni úgy, hogy hétfőre mindenki szépen becsomagolva visszahozza. Viszont van egy kérdésem, ha mindenki becsomagolja, honnan fogjuk tudni megismerni, hogy melyik a tiéd? Jelet vagy nevet? Ki az, aki tudja az óvodai jelét? Én még a nevemet is tudom. Ki az, aki le tudja írni a nevecskéjét? Én csak a Botit tudom. Ez pedig már a másik elsős osztály. A gyermekek igyekeztek mindent megjegyezni, úgy tűnik, hogy ez sikerült is. Nagy Botond percekkel később is visszamondta azt, amit a tanítónénie feladatként adott. Becsomagolni a könyveket, hétfőn visszahozni, becsomagoltam, és rárajzolni vagy jelet, vagy nevet. Hát nagyon ügyes vagy. A program második részében a kiskohalasi alsóvárosi plébánián és a templomban vendégeskedtek a kisdiákok. Ötödik alkalommal szervezte meg a kiskohalasi Dékelni Árpád Technikum a béka táborát a kadétok számára.
A három nap során katonás rendben zajlottak a foglalkozások, események. Molnár Nándor igazgató szerint a diákok itt ízelítőt kapnak a hivatásos katonák mindennapjaiból. A békatábornak pont az a célja, hogy egy kis ízelítőt kapjanak a gyerekek a elkövetkezendő 5 évről, arról a honvédelmi és hazafias nevelésről, az ezt kísérő és ehhez kapcsolódó légkörről, stílusról, fegyelemről, kötelességekről. Az a tapasztalatunk, hogy jól veszik a gyerekek az akadályt, ahogy itt látszik a háttérben, szívesen csinálják a feladatokat, természetesen nem minden nehézség nélkül, hisz ezek olyan feladatok, amihez igazi erőfeszítés kell időnként, amihez nem biztos, hogy hozzászokott mindenki, de hát van rá 5 évük, hogy megszokják. A szokásos létszám van, olyan 25 körüli osztály létszám van, valóban nem csak halasiak, hanem az ország minden részéről, hisz a dékániba folyó kadét, honvédelmi ágazati kadét képzésnek azért szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy országos híre van. Megy, kúszik be! Megérkezett, fekszik lefelé, gyerünk! Nagyon jó! Legalább addig is pihennek! A legjobban várt program az Airsoft lövészet volt, ahol profiktól sajátíthatták el a diákok azt, hogy miként kell lőni, viselkedni egy-egy kielezett szituációban. A lányok és fiúk nagy kedvel láttak neki a próbatételnek. Egy lézerpontot fogsz benne látni. Úgy van beállítva a fegyver, hogy ez 25 méteren oda fog menni a lövedék, ahol a lézerpont van. Szépen mély levegő, és oké. Na, most kongassunk meg a fémcélt ott középen. Ez az, gyerünk. Az, szóljon neki. Nagyon jó. Ennyi. Buknitz Dóra nem véletlenül választotta éppen a kadétképzést. Apukám volt katona, és így megtetszett ez az egész, és így sokan meséltek róla, és így igazából így megtetszett, és szeretem a kihívásokat. Fejét célzott? Igen. Na, látod, mennyire kisebb célt is jobban eltalálti? Nagyon jó volt, így már így elkezdtünk gyakorolni rá, és igazából a fegyver az nagyon nehéz volt, de igazából könnyű, hogyha megbírod csinálni. De te már fekszel, jó? Oda szépen lefekszetek, az utolsó féltérdel van biztosít, kifelé, visszafelé. Jó, aki az utolsó lesz, mindig ki az utolsó, aki odaér. Kolompás Zoltán nagy lelkesedéssel, ráadásul ügyesen teljesítette a pályát. Azt mondja, a katonai hivatás már évek óta vonzotta őt. Én már nagyon kiskorom óta eldöntöttem, hogy én katona szeretnék lenni, és úgy engem motiváltak a fegyverek, a lövészet, a harcstílus, és hát ő úgy gondolta, hogy nekem ide kell jönnöm, és folytatni szeretném még a továbbiakban is. Kezd meg! Kész! Kész! Kezd meg! Kész! Kész! Kezd meg! Kész! 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 Volt egy kis taktikai feladat, lövészet, futás, gyakorlás, kúszás, mászás, aztán ilyenek. Megkaptuk a teljes felszerelést, súlyokkal. Szeptember 2-án a dékáni technikumban is becsöngetnek. 25 kadét hallgató egészen biztos élményekkel gazdagodva várja az előttük álló feladatokat, diákéveket. Az év legjelentősebb versenye kezdődött meg a Hírling Lovasparkban pénteken. Póni, gyermek, ifjúsági, U25, veterán és amatőr kategóriákban rendezik meg augusztus 29-e és szeptember 1-e között a FIAD díjugrató országos bajnokság döntőit. A kategóriák legjobb hazai lovasai versengenek egymással az összesen 5 millió forint értéket képviselő díjakért. Kameránkkal pénteken a veteránok elődöntőjét rögzítettük, amely 120 cm-es akadályokkal nehezített pályát jelentett a 4 résztvevőnek, a fordulót időre rendezték. A számot Szekeres Ágota Equestbalu Bellel nyerte hibátlan lovaglással a leggyorsabban. Mögötte a második helyen a szintén hibátlant lovagló címvédő Egervári Attila Chicago nyergében végzett. A harmadik helyen Márki Zoltán Diana Bay Borisszal fejezte be az elődöntőt 4 hibaponttal. A versenyek a középdöntőkkel és a döntőkkel folytatódnak szombaton és vasárnap. A Hírling Lovasparkban hétvégén folyó legrangosabb hazai díjugrató versenyre ingyenes a belépés. Zenés rendezvény miatt forgalomkorlátozás lesz szombaton a belvárosban.
Az utcazenei fesztivál miatt déli 12 órától lezárják az Eötvös utca egy részét a patika utáni szakaszon. Fontos információ, hogy a nagy parkolót lehet majd használni, behajtása Posta utca felől lehetséges. A korlátozás vasárnap reggelig tart.